Hagyományosan farsangi mulatsággal búcsúztatják a telet a város nyugdíjas klubjai. A nagymamák fánkokkal készültek, akik pedig nem jeleskednek a konyhában, azok zenével és tánccal szórakoztatták társaikat. Februárhoz közeledve elérkeztünk a maskarás időszakhoz, így a Magyarországon is hagyományos farsanghoz. A mulatságok elengedhetetlen kelléke a farsangi fánk Magyarországon, ez a sütemény a 19. században terjedt el széles körben. Hazánkban a fánksütés hagyománya a Dunántúlról indult és vált egyre több helyen szokássá, hogy a víz keresztül hamvazószerdáig tartó farsangor az asztalra kerül ez a finom édesség. Bizonyított, hogy ezt az egyszerű népi ételt, mint a fánk, többféle módon és gazdag ízvilággal lehet elkészíteni, tájegységenként, még egyedi adalékokkal, titkokkal. Hajdúszoboszlóni már hagyománnyá vált, hogy ebben az időszakban farsangi fánksütő versenyt rendeznek. Ez alkalommal is, a nagy sikernek köszönhetően, január 23-án tartották a megmérettetést a Bocskai Rendezvényközpontban. Az igen hideg csípős hétvége ellenére teltház fogadta a későn érkezőket. 18-an neveztek be, ki három, ki kétféle finomsággal is. Na persze, nem csak klasszikus fánkkal lehetett találkozni, voltak különlegességek is. A legismertebbek a szalagos fánk, csőröge, rózsafánk, velencei, illetve csokisfánk és a sós finomságok is felkerültek az asztalra. Így a cukkinis krumplisfánk és a napraforgós kalács. Nem is volt könnyű dolga a zsűrinek, de halljuk a zsűritagokat. Mit? Mi alapján ízlelgettek? Minden évben tulajdonképpen, mint ahogy most elkezdtük, végignézzük a úgymond felhozatalt. Kicsit megkóstoljuk, belecsipkedünk, mert hát ennyit ugyebár végig nem tudunk mindent megenni. Meg azért keressük azt, ami különleges, ami nem olyan átlagos, mert egy sima farsangi fánkot azt szinte mindenki tud sütni, de azért ilyen szép különlegeseket, mint amit most itt találunk, azért az nem mindenkinek sikerül. És most még plusz az elmúlt évekhez viszonyítva, hogy vannak sütemények. Ott látok egy somló, itt van ez a napraforgó torta, tehát még nekünk is különlegesek, ilyeneket még nem láttunk, úgyhogy most kíváncsian várjuk, mire végigérünk a soron, hogy milyen különlegességeket fogunk még találni. Ez mindig előfordul, hogy nem csak fánkokkal találkoznak, hanem süteményekkel, illetve egyéb más ilyen farsanghoz fűződő süteményekkel? Inkább csak a csőrege fánk, ami tulajdonképpen nem egy klasszikus fánk, hanem egy különlegesség, meg sós fánkokkal, töltött fánkokkal is találkoztunk. Ilyen, hogy másmilyen süteményt, ilyen még nem fordult elő. Ez alkalommal mi tűnik a legkülönlegesebbnek? Hát nekem ez a sós, mi a neve? Napraforgó. A sós napraforgó. Meg talán ez a csőrögefánk, nem tudom pontosan, különleges csőrögefánk. Nyilván nagyon nehéz 18 süteményből vagy emberből választani. Ki kaphatnak jutalmat a végén? Illetve hány ember? Hát igyekszünk azért, hát körülbelül 10-12 díjat kiosztunk majd. Attól függ, hogy hány csoportra osztunk meg, hogy hányat találunk, arra érdemesnek, hogy kapjon valamilyen díjazást. Önök sütnek otthon ilyen finomságokat így farsang közelettével? Igen, hát a családnak mindenféleképpen, aztán valamikor nem sikerül ilyen szépen, meg kell mondanom őszintén, de azért próbálkozunk. Csőrege fánkkal, farsangi fánkkal, meg hát itt a kókuszkocka, tiramisu, itt minden van, tehát ezek azért otthon megkerülnek a ünnepi asztalra. Ízben viszonyítási alap az öné esetleg, amit elkészít otthon? Tulajdonképpen az ember automatikusan a saját szája ízéhez viszonyítja azt, amit itt talál. Hát valamilyen szinten azért igen, meg én a vendéglátásban dolgozom, tehát az is azért mérvadó, hogy ott milyeneket szoktunk csinálni, és ahhoz próbálom hasonlítani. Még a zsűri zsűrizett, a nevezők és vendégek vígan ropták a táncot. Képviseltette magát a Derűs Alkony Nyugdíjas Klub, a Gázláng Nyugdíjas Egyesület, a Vöröskereszt és a Háziasszonyok Klub tagjai is. Mire megszületett az eredmény, a tányérok, tálcák tartalma némileg megcsappant. És hogy ki lett a győztes? Azt nehéz lett volna egy személyben eldönteni. Így sokan sokféle ajándékot kaptak.